következő fontos dolog, hogy éppen emiatt a hitre jutásban, a hitnek a mintája, amire, amit, aki, akit figyelembe kell venni a hitünknek az építésében, illetve megalapozásában, építésében, fejlesztésében, az elsősorban a názerti Jézus Krisztus. A zsidókhoz levél 12. fejezete mondja a názerti Jézusról, hogy ő a hitnek az alapítója, apostolója, apostola, vagy vezére, ahogy fordítják, vagy fejedelme, és a bevégzője is. Nézzük meg, hogy miért a názerti Jézus Krisztus a hitnek a beteljesítője, vagyis a tökéletes hitet miért ő képviseli, és miért is kell a figyelmünket a názeti Jézus Krisztusnak a hitére figyelnünk, főleg a hitén alapuló életmódjára, életvezetésére figyelnünk. Előjáróban még annyit szeretnék elmondani, hogy sokféle hit van, amelyekről el lehet mondani, hogy nem teszi az embert jobbá, és nem vezeti be az embert Istenek a jelenlétébe. Ezzel most nem akarok foglalkozni. A Biblia három hiteles hitformáról beszél. Az egyik az üdvözítő hit, az üdvözítő hit az, amely eredményeképpen, vagy gyümölcseképpen az ember igazzá válik Isten szemében. A második bibliai hitforma a szellemnek a gyümölcse. A magyar fordítás hűségként adja vissza, de a hitet is jelent, illetve elsődleges jelentése az eredeti szónak a hit. Tehát a szellem gyümölcse a hit. Ez azt jelenti, hogy a szellemi életet élünk, a hit egy nagyon természetes ajándékká válik az életünkben, olyan természetes ajándékká, adottságá válik a személyiségünknek, mint egy természetes adottság, de természetesen nem természetes adottság, hanem az, hogy szellemben járunk, szellemben élünk, és közösségünk van a Szentlélekkel, és a Szentlélek bennünk való munkálkodásának az az eredménye, hogy az egész személyiségünket átjárja hit, és minden erőfeszítések nélkül tudunk Isten beszédébe hinni, illetve rá hagyatkozni Isten beszédével. Természetesen az üdvözítő hit megszerzése után az egyik legfontosabb célja és feladata a szellemi életnek, hogy a hitet el tudjuk nyerni szellemi gyümölcsként is, hogy a személyiségünknek a lényegét, nem csak a szívünket, hanem a lelkünket és a gondolkozásmódunkat is, és tehez való minden viszonyulásunkat a hit határozza meg. Mert lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni. Tehát a szellem gyümölcse nagyon is lehetővé teszi azt, hogy egy minőségi közösséget jöjjön létre az élő Istennel, a názereti Jézus Krisztus által. A harmadik bibliai hitforma pedig a hitnek az ajándéka, ami a Szent Szelemnek a megnyilvánulása képpen nyilvánul meg a hívőben, amikor általában rendkívüli helyzetben, a rendkívüli feladattakkal kapcsolatosan a Szent Élek hirtelen megnyilvánul az emberben úgy, hogy a szellemét föltölti a hit szellemével olyan mértékben, hogy képtelen az ember a lehetetlenséget felfogni, hanem a lehetetlenség ellenére is meg tudja ragadni az Istenek az ígéretét, Istenek a beszédét, és ilyen módon hit által cselekedet lesz abban a helyzetben is a, a, a magatartásának az alapja és a meghatározója. Tehát nyilvánvalóan mind a háromra a keresztényeknek nyitva kell lenni az üdvözítő hit amely által az ember megigazul, a második a szellemnek a gyümölcse, a harmadik bibliai hit pedig a szellemnek a megnyilvánulása, amely nem azonos a szellem gyümölcsével, hanem ahogy rászáll az emberre, egy pillanat nehéz helyzetben a Szent Élek megnyilvánul, hogy egy hirtelen fölemeli a hívő embert, a hit gyakorlásnak egy magasabb szintjére, és annak a kihívásnak és feladatnak az elvégzésére alkalmassá válik. Rajta keresztül beavatkozik, nyilvánvalóan Isten természeti ereje, vagy bölcsessége, és megoldódik az a helyzet. Például a hegy a tengerbe hullik a hit ajándékán keresztül. Ez az a... a, 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 a a ez az a minősége, amire azt mondjuk, hogy hegyeket mozga, mozgató hit. És természetesen mind a három hitre igaz az, hogy akik ezeket a hiteket hitek, hitben élnek, mert az igaz ember hitből él, az legyőzi a világot. De a világ fölötti győzelemhez a mind a három bibliai hit formájára szükségünk van, ezért a hitben állandóan növekedni és fejlődni kell. És ezzel kapcsolatosan a názerti Jézus Krisztus tökéletes mintát adott. És nem csak mintát adott, hogy mind a három igaz hitnek a formáját tökéletes szinten mutatta be, ezért ő a vezére, ő az alapítója, apostola, mondják az emberek a hit apostola XY, de véleményem szerint a hitapostól a názereti Jézus Krisztus, názereti Jézus Krisztus a hitnek a vezetője, és az, aki teljes mértékben tökéletességre e, e, vitte a hitet, és ezért szólít föl bennünket Isten igéje, hogy a názereti Jézus Krisztusra figyeljünk, Őtőle tanuljuk meg a hitet, őtőle tanuljuk, mert ne felejtsétek el, még annyit kell ezzel kapcsolatosan elmondanom, hogy a názerti Jézus Krisztusnak emberként kellett gyakorolni a hitet, tehát ő kiüresítette magát az isteni természettől, és ugyanúgy rá kellett hagyatkoznia az atyának a beszédére, mint minden embernek, tehát nem automatikusan nem történnek a csodák jelek, hanem azért történtek Jézus Krisztus által a csodák jelek, mert mindig az Atyától való függőségben élt, ráhagyatkozott állandóan Isten igényére, nem volt független személy, nem törekedett autonomitásra, hanem erre rendszeresen utal a cselekedeteiben, tanításaiban, beszédében, hogy mindenben az atyától függött, ő teljes mértékben az atyára hagyatkozott a földi szolgálata ideje alatt, és nézzük meg a hitnek a csúcspontját, a tetőpontját, a megfeszítését, amit a zsidókhoz írt levél emel ki, a zsidókhoz írt levél 12. fejezetéhez gyorsan lapozzunk, mert ezt emeli ki a pálapostolon keresztül a Szentlélek, hogy ez a hitnek a beteljesedése, és ezért mondja a második verszakban és harmadik verszakban, hogy nézvén a hitnek a fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, és a Isten királyi székének a jobbjára ült, gondoljátok meg azért, hogy ő ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne lelkeitekben elalélván vagy elájulván, tehát hogy elerőtlenedik, elveszíti a lélek, az erőt és a kegyelmet.